Immár sokadik ilyen fórumot tartjuk az országba, és az a speciális helyzetben vagyok, hogy kisvárdai választókerületi elnökként voltam Dunántúlon, Tiszántúlon, és most itt vagyok Budapest környékén is. És mindig meg szokták tőlem kérdezni, és minden politikus társamtól, hogy mi miért vállaljuk ezt? Miért jövünk esténként, délutánonként a szabadidőnket is rááldozva, és próbáljuk elmondani önöknek, hogy mi is az a soros terv, mit is jelent a nemzeti konzultáció, és mire kérjük önöket. És azt szoktam erre mondani, hogy valójában, mert a haza ezt megköveteli természetesen, de van két indokom, és ezt el szoktam mondani példaként, az egyik a nagymamám, a másik a lányom. Az egyik az a nagymamám, aki innen is, vagy onnan is köszönt önöket, azt kell tudni a nagymamámról, hogy 103 éves. Tehát az a... Ő már persze mondaná, hogy 103 évesen már azt mondta, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a 10-20 év, ami még hátra van, az majd valahogy már kibírja. Nem, ez fantasztikusan nagy. Képzeljék el, 95 éves koruk óta internetezik. Előtte, ha 15-ben született, akkor még nem nagyon volt, és 95 éves kora óta sesinagyi@freemail.hu az e-mail címe is, és most Skype-ol, most már nem, de eddig Skype-olt az unokákkal, abban van 43 unokája, 81 dédunokája, és 3 hete megszületett az első ükunokája is. Tehát igazából erre azt szoktam mondani, hogy az első dolog az a család, ami miatt mi kiállunk, és azt gondoljuk, hogy amit már 1000 éve védünk, és eddig az elődjeink példaértékűen mindig megharcolták, azt gondolom, hogy az a mi kötelességünk is. A másik az a leányom. Ez egy nagyon érdekes szituáció, és szeretném elmondani önöknek, hogy a lányom most 5. éves jogász, és amikor 2015-ben ez a migráns roham megindult, akkor ugye Budapesten egy albérletben élt és lakott a Nyugati pályaudvar környékén. És én eddig a lányomat mindig felszabadult, vidám, kiegyensúlyozott lánynak ismertem meg, csinos, szép, tanul, boldog gyerek volt. És először láttam életében, hogy félt. Tehát abban az időszakban tudják, emlékeznek arra, amikor elfoglalták a keletit, a nyugatit, nem mertek kijönni. És először éreztem azt a szemében, hogy apa, mi lesz itt? És akkor is megfogadtam, és azóta is, hogy mindig, amikor én bármit is tehetek ez az ördögi terv ellen, akkor én fel fogom emelni a szavamat, ha tetszik, ha nem, ha minket ezért lehordanak a sárga földig akkor is, mert azt gondolom, hogy ez a mi kötelezettségünk, hogy védjük meg az országot. Mi nem akarunk a bevándorló ország lenni, és azt gondolom, hogy mint ahogy a dián is látják, ki kell, hogy mondjuk Brüsszelnek, nekünk ehhez jogunk van. Tehát itt Magyarországon az 1000 éves államiságunk mellett nekünk jogunk van eldönteni azt, hogy kivel élünk, kiket akarunk beengedni, és ennek megfelelően kell, hogy az életünket éljük. És amiről beszélünk, ugye ez az úgynevezett soros terv, Soros György által meghirdetett terv, sokan megpróbálják ezt elhazudni, tudják, a védekezésnek vagy a támadásnak van egy nagyon jó módszere, az egyik az elbizonytalanítás, a másik meg kétségbe vonni azt, amit állítjuk. Hát ezt nagyon jól alkalmazza, vagy próbálják alkalmazni az ellenzéki, vagy az ellenfeleink, hiszen azt mondják, hogy ilyen terv nem létezik. Mindig is tagadták, és azt mondják, hogy ez nem igaz. De nekünk meg ki kell, hogy mondani, hogy olyannyira létezik a soros terv, hogy nem csak elmondta Soros György, hanem többször le is írta, és ami még érdekesebb, hogy több olyan nemzetközi sajtó le is jegyzetelte, és erről meg is jelentette az újságaiba. Itt a dián is látják, de ezt fel is olvasom. Soros György egyik terve, fő célom, hogy segítsek a migránsoknak eljutni Európába. Alatta Orbán Viktor tervének célja a nemzeti határok védelme, és a menekültekben akadályt lát. A mi tervünk, így fogalmaz, a mi tervünk a bevándorlók védelmét célozza, és a nemzeti határokban látja ennek akadályát. Azt gondolom, hogy ebben a két mondatban minden benne van, amit önmagában a soros terv számunkra jelentene.
csak megtalálom erre. És akkor, ha megengedik, van 7 pont, amiben mi látjuk ennek a pontnak a veszélyeit, és akkor végigmennék. Az első pont, hogy évente legalább 1 millió illegális bevándorlót szeretne betelepíteni Európába, Afrikából és Közel-Keletről. Nem is lehet más a célja, mint a más civilizáció hátterű ember tömeg betelepítésével akarja ezt elérni. Miért lehet is probléma? Mert ha megengedik nekem, én hoztam önöknek egy videót. Azt gondolom, hogy ebben a kis rövid videóban látjuk, hogy miért veszélyes ez a terv, hogy 1 millió más civilizáció hátterű ember tömeg betelepítése. Megelégelte a várakozást, a migránsok mintegy 100 fős csoportja is megrohamozta a röszkei régi határátkelő szerda délután. A magyar határzár mögött szerb oldalon másfél napja feltorlódott illegális bevándorló kemény magja délelőtt ultimátumot adott a magyar rendőröknek, hogy ledöntik a kerítés, ha nem nyitják meg a kapukat. Délután 5-kor Horgos fele sűrű füst gomolygott, a migránsok, akik újabb és újabb rohamot indítottak, gumiabroncsokat gyújtottak fel. 17:30-kor a migránsok ledöntötték a kerítést, a magyar rendőrök azonban visszaszorították őket. Az arcukat pólók sálak mögé rejtő osromlók mögött hátrébb húzódott a békés tömeg és a szerb rendőrök is. De a nők, gyerekek is kaptak a könnygázból, fuldokoltak, öklendeztek, csorgottak könnyük a csípős gáztól. Többeket a szerb mentősök láttak el, de 20 magyar rendőr is megsérült. Internetes források szerint egy terhes menekült asszonynál megindult a szülés a felfordulás közepette. 2 gyermeket pedig átdobtak a kerítésen, őket kórházban ápolják. A magyar külügyminiszter a szerb hatóság közbelépését kérte, a magyar belügyminiszter pedig azt közölte, 30 napra lezárja a Balkán felé vezető legforgalmasabb határátkelőt Röszkénél. Azért kértem ezt a bejátszást, mert nagyon jól visszaadja, hogy milyen állapotok uralkodtak itt Magyarországon, és ebbe a pár perces videóban tényleg, ha visszaidézik például a frontvonalba, bocsánat, hogy így fogom, egyetlen egy nőt nem láttak. Pont olyan dolgokkal próbálták elérni a céljukat, hogy betörjenek Magyarországra, mint régen, ha megfigyeljük, tatárok, törökök, csak ugye más volt a technika. És mi próbálunk ez ellen védekezni. Ugye azt látjuk, hogy 2015 óta növekszik a migrációs nyomás, és ez miért veszélyes, ezért engedjék meg nekem, hogy egy-két adatot elmondjak önöknek. A Frontex szerint a líbiai partjainál 1 millió migráns készül arra, hogy behajózzon Európába. 1 millióan arra várnak, hogy a jobb élet reményében hajóra üljenek, és bejöjjenek Európába. A NATO szerint 2020-ig csak Észak-Afrikából, figyeljenek, csak Észak-Afrikából 60 millió migráns indul útnak. Éppen ezért azt látjuk, és azt kell, hogy ki kell, hogy mondjuk, hogy sok válság volt 2015 óta a világban. De egy biztos, hogy a migránsválság a következő évek és évtizedek legnagyobb kihívása. És ami nagyon fontos, ez nem csak Magyarországot fenyegeti, ezt az egész Európát fenyegeti, hiszen habár Magyarország a határzár megépítésével sikeresen lezárta a Balkán útvonalat, de a veszély nem múlt el, hiszen látjuk nap mint nap, hogy a tengeren keresztül, Észak-Afrika felől milyen nyomás ér bennünket. És itt van rögtön a sorosterv második pontja, a határvédelmi kerítések lebontása. Ugye a videón is látszott, hogy a migránsok fő célja az volt, hogy a kerítés ledöntésével be tudjanak jönni az országba, és igazából a sorostervnek és az ellenzéknek nincsen más terve, mint a határvédelmi kerítéseknek a lebontása. Azt gondolom, hogy nem kell nagyon messze visszamenni a történelembe, vagy nagyon elemezgetni azt a tényt, hogy mindig a magyar, illetve minden államnak az államiságát az adja meg, hogy a határait meg tudja védeni. És talán a nagy birodalmak, ugye mondják a történészek, hogy akár a ókori birodalmak, akár a római birodalmok, az mindig akkor kezdtek elporladni, amikor már olyan nagyján nőtték magukat, hogy a határaikat nem tudták megvédeni. De ugyanez van mind a mai napig, tehát azt gondolom, hogy a magyar államiság egyik legfontosabb ismérve, hogy igenis meg tudjuk védeni a határainkat, ráadásul úgy, hogy bizonyos határ ma már nem csak állami határ, hanem schengeni határ is egyben. És miért fontos ez a kerítés? Miért fontos az a kerítés, amit az ellenzékiek le akarnak bontani? Mert ugye láttuk a videón is, és statisztika adatunk van arra, hogy 2015-ben a kerítés megépítése előtt volt olyan nap, hogy 10 000 ember érkezett. 10 000 ember érkezett ebbe a térségbe. És lám, mióta a kerítés megépült, azóta ez
nem történik meg. És az a probléma, hogy azt gondoltuk, hogy egy egységes Európában az nem lehet kérdés, hogy önmagában a kerítés építés és a határok védelme és a Schengeni határok védelme az európai összérdek lenne. És ezzel szemben a brüsszeli vezetők támogatják ezt a soros tervet. Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének a nyilatkozatát látják. A kerítés nem old meg semmit. És hát itt van a másik nagyobb probléma, az a bevándorlásért felelős uniós biztos Avramopoulos úrnak a nyilatkozata, ami azt mondja, hogy nem megoldás a határkerítés. Ez nagyon érdekes dolog, mert majd az előadásom második felébe ki fogok arra térni, hogy értelemszerűen mit jelent mind gazdaságilag, etnikailag, vallásilag a migráció, de az biztos, hogy arra senki nem számított, hogy az Európai Unió is a migráns kérdésben a soros mellé áll. Értelemszerűen tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka. Ugye, van az a bölcs mondás, hogy a pénz beszél, a kutya ugat és a karaván halad. Ez nem szól másról, majd fogják is látni, hogy pénzről. És akkor azt gondolhatnánk, hogy jó, rendben van, van egy soros terv, van egy Európai Uniós nyomás rajtunk, de itthon egységesek vagyunk. Hát sajnos nem így van, mint ahogy oly sokszor már nemzeti kérdésekben az ellenzék elárulta, azt gondolom, az Magyarországot. Ez látszik is az itt lévő dián. Ki kell mondanunk egyértelműen és világosan, hogy az ellenzékiek is a soros pártján, a kerítés lebontásának a pártján állnak, és ezt nem tudják másképp magyarázni. Kezdjük a jobb szélső úriemberrel, hát a mi kis Gyurcsány Ferencünk, így nyilatkozott, hogy elfogadhatatlan a határkerítés, vagy elfogadhatatlan a kerítés. Majd Botka László, az MSZP majdani miniszterelnök jelöltje, természetesen azon leszünk, hogy a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen, és akkor legyen még egy DK politikus, Niedermüller Péternek a nyilatkozata, lebontanám a kerítést, jöjjenek csak hozzánk a menekültek. Hát mi üzenjük nekik, hogy mi inkább azt szeretnénk, hogy maradjanak ott, ahol vannak, a szülőföldjükön, és nem az a megoldás, hogy itt próbáljuk őket befogadni és valamilyen kvóta szerint elosztani, hanem ha nekünk van feladatunk azzal, hogy a szülőföldjükön megfelelő életteret tudjunk nekik biztosítani, akkor az ott a helyszínen kell megoldani. De természetesen nem csak ők hárman voltak a kerítés lebontása mellett. Szeretném Szigetvári Viktor egyik mondatát is ide idézni. Ő azt mondja, hogy együtt elfogadja a kvótát, nem kell a kerítés, és Lendvai Ildikó is nyíltan ezt így fogalmazta meg, hogy az ellenzéki pártok természetesen soros oldalán vannak. Ugye beszéltünk a határvédelemről, a kerítés lebontásáról, de egy ördögi tervet eszelt ki a soros úr, hogy azt mondja, hogy már vannak bent több millió olyan Európában. Azt mindenki tudja, hogy belpolitikai értelemben az adott országban, ahol migránsok vannak, kell valami magyarázat, kell valami terv, hogy mi lesz az ott betelepült 100-200-500 ezer vagy akár 1 millió migránssal. Azt mindenki tudja, hogy ezek a migránsokat hazaköltöztetni már nem lehet. Ez nem úgy megy, hogy összepakoljuk a csomagjukat, feladjuk a repülőt és hazamennek. Ettől bonyolultabb, ezt önök is sejthetik. Éppen ezért azt a tervet eszelték ki, hogy legyen egy metódus, legyen egy kötelező elosztás, amely alapján majd célra fogják osztani ezeket a migránsokat bizonyos számítási módszer szerint az Európai Unió tagországai között. És éppen ezért veszélyes Soros Györgynek az a terve, hogy egy állandó felső korlát nélküli mechanizmussal szeretné szétosztani a tagországok között a menekülteket. És ez miért mennyire igaz, ha megengedik a Financial Times-nak egy 2015. 7-26-ai cikkéből idéznék, Soros írta ezt az alábbiakat, ha ez nem lesz egy állandó és kötelező eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze fog omlani. Tehát értelemszerűen már 2015-ben, amikor még elméletileg nem volt szó kvótáról, nem beszélve kötelező kvótáról, Sorosnak a fejében már akkor is megfogalmazódott az, hogy igen, kell egy ilyen kötelező kvóta. És éppen ezért
mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy mi nem csak a kötelező kvótát, az természetesen, hanem az ideiglenes kvótát is megpróbáljuk jogi eszközökkel, úgymond a jogaink védelmét bizonyos fórumokon, Európai Bíróságon és Európai Bizottságban érvényesíteni. És hát mit látunk, ezek most már tények, az Európai Bíróság szeptemberben elutasította a magyarok és a szlovákok kvóta elleni keresetét. Ebbe az volt, hogy kimondták, hogy az ideiglenes kvótának a jogi szabályozása az megfelelt az európai jognak szerintük. Ezek után rögtön, ahogy ezt a bíróság ezt a döntést meghozta, az Európai Bizottság újabb 50 ezer migráns befogadására tett javaslatot, és rögtön felvették az előbb is emlegetett állandó és felső korlátok nélküli menekültek szétosztásának a kérdését. Ennek megfelelően 2015-ben született egy döntés, hogy első lépésként Magyarországnak 1294 bevándorlót kellett volna befogadni. Hát jelentjük, hogy mi egyet se szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nem szabad megengedni, hogy bármilyen kvótát az Európai Unió ránk tudjon erőltetni. És ugye ez megint az Európai Bizottság vagy Európai Uniós álláspont, és ahogy mondtam, hogy ha egységes magyar politikai kiállás lenne a kvóta mellett, vagy a kvóta ellen, akkor értelemszerűen talán könnyebb lenne nekünk is megvívni a harcunkat, de hát sajnos nem, hiszen van itt az ellenzéki pártokból nagyon sokan olyanok, akik egyértelműen a kötelező szétosztás mellett van. Ha megengedik, akkor Vona Gábor Jobbik elnökével kezdeném. Ő azt nyilatkozta, fölmerült már ugye, hogy a kvóták alapján szétosztjuk a bevándorlókat. És amíg ez mondjuk pár ezer emberről szól, addig azt mondom, hogy oké. Meszelics Tamás, az LMP-nek az egyik oszlopos tagja, nem tudom máshogy elképzelni a válság megoldását, mint a kötelező kvótarendszer bevezetésével. Hát mi szeretnénk üzenni a magyar ellenzéki politikusoknak, hogy mi meg pont azt tudjuk elképzelni. A válság csak úgy oldható meg, ha igenis a kötelező kvóta ellen vagyunk. Nincs mese ezekből a nyilatkozatokból, szintén egyértelműen ki kell, hogy mondani. Nem kendőzve, nem csak immelámmal, egyértelműen és határozottan. Igenis, a Jobbik kiáll a kötelező kvóta mellett. Sokat beszéltünk már arról, hogy jó, de valaminek lenni kell. Tehát a Soros György vajon miért erőlteti Európára ezt az egész tervét? Mi ennek az indoka? Sokan próbálták megfejteni, mi találtunk egyet, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy indok lehet az ő számára, és ez nem szól másról, csak a pénzről. Hiszen a Soros terv negyedik pontja azt mondja, hogy 9 millió forint állami segély minden bevándorlónak. És ezt a Soros úr 2015. szeptember 26-án, figyeljenek, így nyilatkozott. Az EU-nak biztosítani kellene menedékkérőnként évi 15 ezer eurót az első két évben, hogy fedezze a szállást, az egészségügyi ellátást, az oktatási költségeket, és hogy a menekültek befogadását vonzóbbá tegye a tagállamoknak. Csak hogy ez mit jelent? Képzeljenek el, Németországban az egyik legnagyobb vitát azt váltotta ki, hogy van egy szír állampolgár, elképesztő összegű segélyt kapott. Egy férfi, több feleség, ismerik ezt a felállást, 22 gyerek. És 90 millió forint évi segélyt vett fel. Tehát egy fér, több feleség, hány anyós? És 90 millió forint utaltak át az ellátásukra. És most már ide is írták nekem a felkészítőbe, hogy négy feleséget tart el ez a szír állampolgár. Üzenjük Sorosnak, hogy mi nem kérdünk a betelepítésből. Ugye arról már beszéltük, hogy ez pénzről szól az egész, de igazából a pénzt elő kell teremteni. Ez nem úgy megy, hogy elvetem, mint a Pinokkió, és majd várom, hogy a fám majd megteremnek a pénzjegyek, hanem valahol elő kell teremteni. És nézzük, hogy a Soros miből is szeretné. Először is szeretne adót emelni, és az adóemelésből befolyt többletadót szeretné erre a költségekre ráfordítani. A másik, amit ugye Kelet-Európának szán, hogy a bizonyos uniós forrásokat csökkentsük, és az így csökkentett összeget használjuk fel a migránsok finanszírozására, és hát itt jön az a kis pici
jelentéktelennek tűnő kis apró momentum, hogy ő azt szeretné, hogy ő által a jól kamatért adott hiteleket az Európai Unió, illetve azok a tagállamok, akik a kötelező kvóta szerint át kell, hogy vegyenek migránsokat, akkor hitelt vegyenek fel, hát természetesen tőle. Tehát éppen ezért úgy gondolja Soros, hogy majd a hitelek felvétele után, ugye ezt vissza is kell fizetni, akkor emeljük az áfát, valamint a benzinfogyasztás és a turizmus terhelő adókat. És akkor itt az ötödik pont, ugye most már beszéltünk kerítésről, kötelező kvótáról, beszéltünk pénzről. Azt gondolom, ha itt ma a teremben ülőket megkérdezném, hogy mi az a migrációval összefüggő egy dolog, ami biztos emelkedett 2015 és 2017 között, akkor azt gondolom, hogy szinte egyöntelműen mondanák azt, hogy bűnözés. Így van, látják? A hölgy is rögtön mondja, hogy a bűnözés. És képzeljék el, a Soros tervnek van egy ötödik pontja, ami azt gondolom, hogy a jogkövető embereket fel kell, hogy háborítsa, hogy ő azt szeretné vallási okokból enyhébb büntetés a migránsok által elkövetett bűncselekményekért. Tehát ez azt jelenti, mondjuk egy példát, hogy ugye bizonyos vallási okok miatt, a nőknek a molesztálás, akkor fogalmazunk így, az bizonyos társadalmi rétegben, vagy bizonyos társadalmi elvárások mellett elfogadható azokban az országban, ahol ők jönnek. Egy biztos, megnőttek a szexuális bűncselekményeknek a száma. Mondok erre példát önöknek. Ausztriában egy év alatt a szexuális bűncselekmények száma 55%-kal nőtt. 55%-kal. És az is tény, hogy a 2015-ös bevándorlási válság kezdete óta a nők és a kiskorúak ellen elkövetett erőszak és szexuális zaklatások száma megnőtt. Sokan lehet legyinteni, ó, hát mi ez? Én azt szoktam mondani, hogy nem tudom, emlékeznek arra a videóra, amikor a kölni ominózus szilveszter másnapján az a fiatal remegve nyilatkozott, hogy mit tettek vele azok a migránsok, amelyik hát csak szórakoztak. Az, hogy jelentős csökkentést akar ezen bűncselekmények miatt, ez olyan annyira elfogadhatatlan, hogy ezzel ellen is fel kell, hogy emeljük a hangunkat. És hát itt a következő nagyon sokat mondó dia. Ennek azért is van aktualitása, mert emlékeznek, vagy tudják, hogy ugye két éve történt Párizsban az első olyan terrorcselekmény, ami egyértelműen a migránsokra vezethető vissza. Nem tudom, csak azért jó, ha felidézzük azt, mert nem menjünk el mellette szótlanul, hogy az a migráns, aki az egészet kitervelte, aki az egész irányította, Magyarországon itt volt a keleti pályaudvarnál. El tudják azt képzelni, úgy gondolta volna, hogy ő nem megyek tovább? És nem Párizsba követi el ezt a bűncselekményt, hanem itt? Kíváncsi lennék, hogy akkor hogy állnának ehhez a kérdéshez. De hál' Istennek nem itt van, persze az nagyon tragikus, hogy ott elkövették, de érdemes megnézni, és érdemes kimondanunk, és érdemes a fejünkbe vésni. És amikor majd a konzultációt kitöltik, és visszaküldik számunkra, akkor ezekkel a számok legyenek a fejünkbe. Hogy a bevándorlás kezdete óta több mint 350 ember vesztette életét a terrortámadásokba. Ilyenkor mindig eszembe jut annak a szegény francia férnek a nyilatkozata. Volt egy írásban valahol közzétett egy nyilatkozatot, akkor üzent a terroristának, hogy ő nem fog félni, és nem hagyja. Tudom, hogy azt szeretnéd, hogy most gyűlöljelek, és stb. Ennek a feleségét megölték, éppen áldott állapotban volt. És ha megnézzük, hogy hol követtek el ilyen terrortámadásokat, hát azt kell, hogy lássák, hogy szinte az egész Európát, Nyugat-Európát behálózták. És ami nagyon érdekes, hogy hiába a tények a makacs dolgok, vannak olyan emberek, vannak olyan politikusok, akik ezt egyértelműen tagadják. Ha megengedik, akkor a dián is látszik, felolvasnék egy-két ilyen nyilatkozatot. London polgármestere, Kán úr, a terror a nagyvárosi élet része. Majd Niedermayer Péter úr, nincs összefüggés a migráció és a terrorizmus között. Én azt gondolom, hogy egyértelműen ki kell, hogy mondjuk, hogy igenis, komoly összefüggések vannak, és ez mind okokozat összefüggés megállapítható. Itt van egy olyan ügy, amiről szintén kell, hogy beszéljünk. Emlékeznek, annak a bizonyos filmnek az egyik része az volt, amikor dobálták a rendőröket, és Ahmed, ne haragudjanak, a személyiség jogaik miatt csak H-nak tudom őt szólítani, vagy Ahmed H. úr,
A röszkei zavarodás egyik vezetője, terrorcselekmény miatt első fokon 10 év fegyházra ítélte a Magyar Bíróság. Majd ezzel szemben rögtön a Soros György által támogatott Amnesty International ítélt hirdetés után így nyilatkozott. Egyetlen célja volt az úrnak, figyeljenek, hogy öreg szüleit és családját biztonságba Európába kísérje. Nem tudom, tudják-e, hogy Ahmed H. 3 útlevéllel rendelkezett, 3 schengeni vízummal, tehát ha öreg szüleit szerette volna behozni, akkor semmi más nem kellett volna csinálni, csak fel kellett volna ülni mondjuk egy vonatra, a határon benyújtani a vízummal rendelkező útlevelét és szépen bejönni. Ezzel szemben értelemszerűen nem így történt, hanem terrorcselekmény gyanús cselekedet végzett. Itt van egy nagyon érdekes szituáció, amely fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, hogy az úrnak az ügyvédje az a Bárádi Péter volt, aki a szocialista kormány igazságügyi minisztere volt. Hát mi ez, ha nem összefüggés? A következő táblán azt látjuk, vagy dián azt látjuk, hogy ez egy nagyon jól előre kitervelt, minden szinten megpróbálja elérni a célját a Soros. És éppen ezért mind Európában, mind Magyarországon egy teljes hálózatot üzemeltet. Érdemes megnézni, ugye jobb szélen fent a pártokat látjuk, akik valamilyen szinten ennek a bűvkörébe kerültek. Lent azok a médiák láthatóak, akik direkt vagy indirekt módon, de értelemszerűen, ha más nem, én nem mondok, más teret adnak arra, hogy bevándorlás barát tematika jelenjen meg az újságban. Majd vannak elemzőintézetek és NGO-k, azaz olyan egyesületek vagy alapítványok, akik igenis támogatják a migrációt. És lassan, ahogy közeledünk a 6.-7. ponthoz, a határ, kerítés, kötelező kvóta, pénz után, azt gondolom, hogy lehet, hogy van még egy veszélyesebb következménye, vagy lenne még egy veszélyesebb következménye ennek a tervnek, az európai országok nyelvének és kultúrájának a háttérbe szorítása. Hiszen Soros György a Nyílt Társadalom című könyvében arról írt, figyeljenek, a nemzetállamok tekintélyének hanyatlása üdvözlendő fejleménynek minősül. Soros nyíltan beszélt arról, hogy nem szabad feladnunk azt a meggyőződését, hogy a migráció jót tesz Európának. És ugye itt van ez a Nyílt Társadalom könyve, megjelent magyarul is, és ebben nagyon lényeges dolog, hogy egy államiságnak a védelmét, ugye mondtuk, hogy biztosítja a kerítés, és mióta világ a világ, mindig a belügyek, azok a nemzetállam egyik legfontosabb eleme volt. És ezzel szemben a Soros György a Nyílt Társadalom című könyvében a globális nyílt társadalom létrehozása mindenképpen magába foglalna a belügyekbe való beavatkozást is. Azaz nem mond mást a Soros, hogy le kell bontani a kerítést, és a belügyet is el kell vennünk a nemzetállamoktól. De nézzük, mit is jelentene, ha Magyarországon a tömeges befogadásnak teret engednénk. Mondok egy-két megdöbbentő számot. Németországban az újszülöttek 35-40%-a bevándorló hátterű. Bécsben az iskoláskorúak között legtöbben már a muzulmán hitűek vannak, és számos európai nagyvárosban már most is jelentős számú bevándorló él. Ha megengedik, én erre mondanék egy konkrét személyes példát. Ugye miniszterként a sportfejlesztéseket is felügyelem, ezért abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ez év májusában, vagy június elején Cardiffba, Walesbe a BL döntőre elmehettem. Lement a meccs, Real győzött, hát kis, nem volt rossz meccs. Vége a meccsnek, ismerik az érzést, hogy elindulsz a meccs után haza. És volt nekünk elméletileg buszunk, de úgy gondoltuk, hogy Wales, Cardiff egy szép kis város, és hatan nekiindultunk a stadiontól a belvárosban lévő szállodánk felé gyalog. És kezdtük úgy érezni magunkat, amikor indultunk, mint a filmekben. Tudják, ez a jövőről szóló filmek, hogy
hogy elindulunk az objektumokra, még mindenhol katonák, rendőrök, mindenféle harci járművek, majd mentünk 100 métert, már csökkentek, 200 métert még csökkentek, 300 méter után már senkit nem láttál ilyen védelmi erőt, de mi mentünk szép nyugodtan, úgy gondolunk, hogy Verszbe mi történne velünk. És hogyan 500 méter, 1 kilométer között bementünk egy ilyen nagyon furcsa helyre. Ez egy kávézó, teázószerű lehetett, hogy csak kaftános férfiak voltak. Bementünk a no-go zónába. Nekünk senki nem mondta, hogy oda ne menjünk. Mi szépen sétáltunk, mint normális turisták. És ezt csak azt vettük észre, én mondtam a többieknek, voltak idősebbek, fiatalabbak tőlem, hogy figyeljetek, jobb, ha elkerüljük az összeütközést, inkább menjünk el a másik, vagy menjünk, térjünk át a másik oldalra. És amikor elindultunk, olyan 20-30-an elkezdtek utánunk jönni. Tehát szabályszerűen mi mentünk, ők jöttek, mi mentünk. Tehát így ilyen, mint egy ilyen már-már üldözéses jelenet volt. Aztán hogy nem, talán úgy gondolták, hogy már túl messzire kellett menni, vagy a labdákat akartak elvenni, kaptunk ilyen replika labdákat, váraton azt akartak elvenni tőlünk, de aztán rájöttek, hogy nagyobb lenne az ellenállás, mint a 6 labda értéke, és így mi mondjuk így, hogy megmenekültünk, vagy nem volt összeütközés. De el tudják azt képzelni, hogy ma elmennek úgy Európába, hogy nem tudják, hogy mi vár önökre. Én emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, mindig azt mondom, hogy a szerelem városa Párizs, majd milyen jó lesz kettesbe sétálni a feleségem, meg Párizsba, a Szajnaparton, meg a Eiffel-torony tövébe. Hát most azért megnézném azt a békés sétát kézenfogva, amikor úgy körülbe van kerítve az Eiffel-torony, mint egy erődítmény. Vagy mindig vágytam arra, hogy a Tevere parton Rómába majd a római antik örökséget nézzük meg. Nem, igen, vagy akár Görögországban. Nem tudom, hogy látták-e, hogy milyen képek mennek a interneten, hogy a muszlimok ott imádkoznak a Kolosseumnak a kertjébe. Hát mi nem ezt az Európát akarjuk. És önmagában a tervnek a része, hogy működik máshol, ahová ezt nem veszik komolyan ennek a negatívumait, önként vállalt önfeladást érzünk bizonyos európai országokban. Biztos tudják, hogy a LID bizonyos termékekről leretusálta a keresztet, hogy ne legyen probléma, vagy a Real Madrid szurkolói boltjából az arab országokba irányuló termékekről levetették a keresztet. Ott látják, hogy az eredetibe, ott van egy kereszt a Real Madridnak a címerébe, és ezt levetették. Én azt gondolom, hogy önmagában ez olyan dolog, ami olyan folyamatokat indít el, amellen fel kell, hogy lépjünk. És a soros terv hetedik pontja, és egyben a utolsó pontja, ami ellen fel kell, hogy lépjünk, illetve tudomásra kell, hogy vegyük, hogy vagyunk egy páran, V4-ek egy-két országa, aki ellene vagyunk a bevándorlásnak. És éppen ezért, mert mi ellene vagyunk, ezért az Európai Unió támad bennünket. Mindenféle fórumon minden olyan kormányt támad, amely akadályozza a bevándorlást. És azért is van tétje a 2018-as választásokra. Nem akarok beszélni a 2018-ról, mert nem erről szól ez a fórum. De azért van tétje, mert addig mi erős többségben lévő kormányt tudunk alakítani. És csak Európában, csak mi vagyunk azok, akik minden egyes ciklusba végigment a parlamenti ciklus. És nincs egy ország, ahol ne lett volna erőzött választás. De mindaddig mi erősek vagyunk, és mindaddig, míg önök nekünk biztosítanak arról a háttérről, hogy igenis mi harcoljuk meg a harcunkat, akkor meg fogjuk vívni. De sajnos vannak olyan országok, akik nem voltak ilyen erősek, így a Balkán útvonal egyik kulcsországában, Macedóniában már megbuktatta a Soros a jobboldali kormányt. Ugyanígy Macedóniában az egyesületeket, az alapítványokat már egy modern hadsereggel alapította Soros, és egyértelműen Magyarország a következő célpontja. És azt kell mondjam önöknek, és erre kérünk felhatalmazást önöktől azzal, hogy a konzultációt minél többen visszaküldik számunkra, hogy mi elértünk eredményeket. Mi nem szeretnénk ezt feladni. Akár legyen ez munkahelyteremtés, minimálbér emelés, növekvő közbiztonság, rezsicsökkentés, vagy a családok támogatása. Mert hogy elmondtam önöknek az elején, van más választás, hiszen megerősödtek a közösségeink, több gyerek születik, nő a házasságkötések száma. Én azt gondolom, hogy Magyarország jó úton jár. De hogy miért jár Magyarország jó úton? Vagy miből is látjuk mi Magyarország sikerét, vagy Magyarország jövőjét? A 103 éves nagymamám azt mondta, hogy illik a embereknek, akik megtisztelték az előadásodat, valami kis ajándékot adni.
Most nem adhatok mindenkinek egy szál virágot, a hölgyeknek, az uraknak meg egy bombont, ezért lejátszanék önöknek egy záró videót. Ez a záró videó a FINA VB-nek a összefoglalója. Biztos tudják önök is, hogy 17 nyarán egy nagyon szép és szerintünk nagyon jó úszó VB-t rendeztünk, és csináltunk egy videót, hogy mit jelentett a magyaroknak ez a VB, mit jelentett az, hogy meg tudtuk mutatni a világnak, hogy ez a sokak által lekicsinlett ország olyan világversenyt tudott rendezni, amit senki nem hitte, hogy meg tud rendezni. És ebben az egy kis filmben benne van minden, mindaz, amiért mi harcolunk. Amiért én ma itt vagyok, amiért én ma nem hazamentem a családomhoz, hanem megosztottam önökkel a gondolataimat. Ebben benne van a hazaszeretet, benne van a családok szeretete, benne van a biztonságunk, benne van az, hogy jó magyarnak lenni. Fogadják szeretettel a filmet. Water is our world. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water, we rise high. Together we are stronger, and the limit is the sky. We are the water. Az első kérdés, hogy Magyarországon az emberek többsége fél attól, hogy mégis segíteni kell az EU-nak, és megkezdődnek a engedni kell az EU-nak, bocsánat, és megkezdődnek a befogadások, a betelepítések. Mennyire tud a magyar kormány a magyarok emberek védelmébe kiállni, illetve ellenáll az EU nyomásának? Azt szoktam erre mondani, hogy mi mindent megteszünk. A mi ellenálló képességünknek a ereje, mértéke, nagyság az önöktől függ. Tehát minden nagyobb felhatalmazást kapunk önöktől, arra, hogy igenis, mi kemény vállal, vagy kihúzott vállal, egyenes derékkal és összekapaszkodva megvédjük az országot, akkor meg fogjuk tenni. Tehát ha mi felhatalmaznak
önök bennünket, egyszer úgy, hogy visszaküldik számunkra ezeket a kérdőíveket, és egyértelműen teszik számukra, hogy mit is akar a magyar nép, és majd 2018-ban elég és erős feltámadást kapunk arra, hogy mi ezen az úton tovább tudunk menni, akkor Magyarország mindent el fog követni annak érdekében, hogy igenis ne lehessen ránk erőltetni azt, amit mi nem szeretnénk. A következő kérdés, a Benelux államokban, Franciaországban az óvodáskorú gyermekek több mint a fele már ma is színes bőrű. 15 év múlva az éppen a szavazó rétegben belépők több mint a fele színes bőrű lesz, és nem keresztény. Mit tesz annak érdekében az EU, hogy ne veszítsük el a keresztény értékeinket? Hát azt kell mondani, az EU semmit. Mit is tehet önmagában az EU, aki most Szent II. János Pál pápának a egyik emlékművéről le akarják szedni a keresztet? Vagy mit is segíthet abba az EU, akik megtiltják azt, hogy a keresztet kitegyük? Én azt gondolom, hogy itt saját magunknak kell, mint ahogy a tatár és a török invázió esetén megtettük, nincs mese. Ennek a kis országnak kell megvédeni Európát és a kereszténységet. Úgy, mint az egri nők, akik Egervárának az ostromákkor Szulejmán több százszoros túrájával szemben megvédték az országot, és azt mondják az elemzők, hogy ezzel tudták azt elérni, hogy nem foglalták el Bécset, mert nem arról volt szó, hogy most volt-e hadiszerencse vagy nem, hanem mivel feltartóztatták 3 hónapig, 3 hónap után beállt a tél, ezért nem tudtak tovább menni. Én azt gondolom, hogy mi azt reméljük, a magyar kormány azt reméli, hogy majd egyszer azok az országokban élő állampolgárok, akik majd rá fognak jönni, hogy nem jó irány, majd csatlakoznak hozzánk. Addig mi egy dolgot tudunk tenni, az önök felhatalmazásával mi megvédjük Magyarországot. Következő kérdés. A statisztikák szerint Németországban 2050-ben a lakosság közel 40%-a muszlim vallású lesz. Mi a vélemény erről? Hát azt kell mondjam, sajnos még kicsit távolra is tette, de az a probléma, hogy van egy olyan alapelv, hogy amennyiben a családod valamelyik másik országban él, akkor családegyesítés jogcímén be kell, hogy engedd az országodba. Na, ezeknek hirtelen rögtön lesz 48 testvére, meg 22 ikertestvére. És ami még nagyobb, nem baj, de ez tény, hogy a születés szabályozat, tehát a születés statisztika alapján a muszlim hátterű házasságokban született, vagy együttélésben született gyerekek száma, az pont 6-szor annyi, mint az Európai Unióban történő gyerekszületések száma. Ezt ki lehet számolni, ha most beengedünk 2 milliót, ők elkezdenek majd bevándorlás alapján családegyesítést kérni, akkor ez mibe, hova fog vezetni? Köszönet azért, hogy ilyen biztonságban élhetünk. Köszönet azért, hogy nem kell félnünk, hogy ilyen este sötétbe kimehessünk az utcára. Köszönet azért, hogy a gyerekeinket nem kell féltenünk, hogy megerőszakolják őket, hogy megverik őket, hogy kirabolják őket. Köszönet és hála és tisztelet. A második kérdéskör, amit meg szeretnék említeni, az pontosan az, hogy a bevándorlók, akik megszegik a törvényeinket, már a határ átlépésével elkövetik a törvényeink megszegését, miért nem kapnak komolyabb retorziót? És hogyha tovább megyek, és azt mondom, hogy terrorcselekményeket követnek el, akkor miért nem hozzuk európai szintre a retorziókat? Igen. Aki embert öl, meg megsemmisít, akkor azok, akik ezt lehetővé teszik, akik között elbújnak, akiknek megengedik a szüleik bármikor léptek be Európába, hogy olyanokhoz iratják be tanítani őket, akik aztán rebellissé és terroristává alakítják át őket, hát az egy gondolat a részemről, de persze nálam sokkal okosabbak vannak, csak elindítani szeretném a gondolatot, hogy amennyi embert megölnek itt Európában, és amennyit megsebesítenek,
annak a tízszeresét minden európai országból kipakolni, és ne fogadjuk azt el, hogy nem lehet őket visszatelepíteni. Hiszen belénk akarták azt is vésni, hogy nem lehet őket megállítani, mégis sikerült. Hát akkor igen, azokat, akik terrorista cselekményekben megölik az európai embereket, 10 családot, és igen, küldjük ki őket innen, és hirdessük, és bárhol Európában, Londonban, Párizsban, Kölnben, bárhol, Stockholmban, ha ilyet elkövetnek, minden ország, igen, minden ország 10-szeresét küldje haza. És ezt hirdessük, hogy tudják. Hogy tudják azok is, akik évek óta laknak itt nálunk, és mégis elbújtatják a terroristákat. Persze érthető, hiszen muszlim világot szeretnének. És ezt hagyjuk? Ne hagyjuk, hogy ez az Európai Bizottság, illetve a Soros maffia, ugye túllépve hatáskörét, beleavatkozzon a nemzeti ügyeinkbe. Ezért mi lenne, ha föléjük egy újabb bizottságot ültetnénk, a nyakukba sóznánk, választanánk egy olyat, akinek az lenne a feladata, hogy megállapítsák, hogy ugyan már ez az Európai Bizottság már megint túllépte a hatáskörét, ezért ezzel most nem foglalkozunk. Ez egy gondolat. De próbáljunk meg valahogy ellenük is harcolni. Tudom, hogy nem a városról szól, hanem az országról, de hát a városunk is mégiscsak az ország része, és megvannak nekünk is a saját kis apró dolgaink, úgyhogy miniszter úrnak azt szeretném megköszönni, hogy jó néhány alkalommal az elmúlt polgármesterségem ideje alatt, az elmúlt 3 esztendőben sokszor államtitkár úr közvetítésével sokat segített a városunknak. Egyebek között a legutolsó van, hogy mellénk állt, és ha már a vizes VB-t néztük, mellénk állt és támogatta azt, hogy a kormány elé egy olyan javaslat kerüljön, miszerint Török Bálint kapja a vizes VB-n a 10 pályás 50 méteres medencét, hogy szakszerű legyek, és ez Török Bálinton állami költségből kerül majd felállításra, és ezzel is Török Bálint sport életét sikerül majd még magasabbra emelni, bár most is azért éppen elég magasan van. Nagyon szépen köszönjük a támogatást, azt is köszönjük, hogy tulajdonképpen a fejlesztések során Török Bálinton keresztül fog vezetni a, reméltük, hogy így lesz, az országos kerékpárút, amely a Budapestet össze fogja kötni a Balatonnal, és azt is reméljük, hogy amikor majd apró kérésekkel jövünk, akkor majd még esetleg miniszter úr támogat minket. Erről csak annyit ott eszembe, hogy 2013. szeptember 2-án Orbán Viktor miniszterelnök úr átadta szerintem Európa egyik legmodernebb iskoláját és sportcsarnokát, uszodáját, és mikor leültünk egy 20 perces beszélgetésre, elmondta, hogy akkor itt van ez az iskola, és akkor na, most jön az, mit kértek még. Mi is majd jövünk még, miniszter úr, és remélem, hogy támogatni fog minket. Szeretnék arról beszámolni, hogy éppen Török Bálint abba az irányba megy, hogy egy zöldvárosként, egyébként is nagyon szép zöldváros vagyunk, először Török Bálinton, bár most már egy ideje működik, elektromos buszokkal szolgáltatjuk majd a belső közlekedést, és ezt mi a város magunk szeretnénk megoldani. Úgyhogy köszönöm szépen, miniszter úr, legközelebb is nagy szeretettel várjuk, hozzánk ide, haza lehet jönni.